Kapni fogunk a játékban 10 darab ingyen megaboxot, vagy 60 darab Star Dropot. A mai nap reggel belírtam a Brawl Stars, azt fogadott engem, hogy free megabox. Viszont ez még nem minden, ugyanis, hogyha bemegyünk ide a News tabre, akkor van itt valami kis milestone-os, szavazásos cucc, miszerint kapni fogunk elvileg 60 darab Star Dropot, vagy 10 darab megaboxot. Attól függ, hogy ki mire szavaz? Pontosabban nem tudom, de van erről egy videó, közben itt is van valami, most nem tudom, hogyha itt a megaboxra nyomok rá, akkor ingyen megaboxot kapok most jelenleg a shopba, ha a Star Dropra nyomok rá, akkor pedig Star Dropot kapok a shopba. Azt mindjárt leteszteljük, viszont van valahol egy videó, amit gyorsan meg is nézünk. Inkább 10 megaboxot akarsz, vagy 60 Star Dropot? Nem tudom. Választom. Őszintén, amúgy... Star Drop, ugye? Mindenki a Star Dropra fog szavazni. Ezek a megaboxok szörnyen rosszak, hogyha nem reworkölik ezeket a megaboxokat, akkor nekem ezek nem kellenek. Förtelmesek. Igen. This bar will be tracking takedowns in all the game mode. If the whole community reaches 16 billion takedowns in 10 days, everyone will get either 10 megaboxes or 60 star drop. 10 milliárd ölést kell csinálni a játékba, 16 milliárd ölést kell csinálni, vagyis takedown-t kell csinálni a játékba, ahhoz, hogy ezeket megkapjuk. És ott tudunk szavazni, mindjárt szavazunk is. Hogy mondja? Aha, szóval 2 billió izét megölés után kapunk egyet. One megabox or 6 star drops. Igen. Second is at 8 billion for 2 megaboxes or 12 star drops. And the third is at 16 billion for 7 megaboxes or 42 star drops. Srácok, akkor itt gondolom választhatunk. Tehát aki a megaboxra szavaz, az megaboxot kap, aki meg nem az, aki meg a star drop, az pedig star dropot kap. Nekem itt ez így látszik, de én biztos, hogy Star Dropokat akarok. Nekem nem kellnek ezek a megaboxok. Dupla Star Drop event, dupla XP event, meg valami ajándék is, ha jól láttam. You can either get 100 megaboxes or 50 legendary star drops. To participate, all you have to do is to post a screenshot of your vote on any social media and convince your followers to vote for the same option. And don't forget that. Aha, szóval, hogyha leszcreenshotoljuk azt, hogy mire szavaztunk, feltöltjük a social médiára, és mi kapjuk mondjuk a legtöbb lájkot, akkor az kap 50 darab legendary star dropot. We'll be picking 10 lucky winners at the end of the event on 25th of August. So vote augusztus 25. Jó, akkor ennyi, ugye? Kellemes kávézást kívánok nektek, srác. Na, hogy őszinte legyek, szerintem én a Star Dropokra fogok szavazni. Star Dropokban legalább kaphatok Hypercharge-ot, meg ilyen baromságokat, a Megaboxból meg... Most azt, hogy kapjak meg ilyen 50 coint, meg mit tudom én, 20 powerpointot, meg én nem. Tehát ha én most itt nem klémelem be a Megaboxot, hanem például ide visszamegyek a News tabra, és itt rányomok arra, hogy én 6 darab Star Dropot akarok, akkor most át fog változni a shopba? 68% a megaboxra szavazott? Hát kell a halálnak a megabox, nem rosszból mondom. De még mindig a megabox van itt nekem. De ezt a labon mindenki megkapta? Jó, nyissuk már ki, hát itt húzom az időt. Hátha. És nézzük, ha így fog kinézni a megabox, mint ami ennek a tartalma lesz, akkor biztos, hogy Star Dropra fogok szavazni. 4 darab item, 2 darab gemmel. Na. Köszönöm szépen, én elfogadnám inkább a Star Dropokat. Most ezért most... Oké, a Star Dropban csak egy darab cucc van, de az legalább, hogyha esetleg legendary, akkor lehet Hypercharge is. Tehát nekem inkább kellenek, de inkább nyitok progression cuccokat, mint hogy ilyeneket. Tehát annak az esélye, hogy te ebből jót kapjál, szóval sokkal kevesebb arra, mint hogy kapjál egy mythic vagy egy legendary Star Dropot szerintem, de nem tudom. Én inkább rá fogok menni a Star Dropokra szerintem. Na de nézzük csak! Ja igen, és itt szavaztam is. Ja, hogy ez csak a izé, ez csak arra vonatkozik, hogy itt melyikre szavazol, értem. Szóval én következőleg 6 darab Star Dropot fogok kapni, aztán 12 darab Star Dropot fogok kapni, aztán 42 Star Dropot fogok kapni. Kommentben mindenképp írjátok le egyébként, hogy ti melyikre szavaztok, nagyon kíváncsi vagyok. Szerintem mondom, a Star Drop jobban megéri. Szerintem. Valószínűleg az is, annak is a fele rare lesz, de én inkább nyitok szerintem 60 Star Dropot, mint 10 ilyen megaboxot. Tehát én nyitottam a
Classic Event során, nem tudom, 40 vagy 50 darab megaboxot, és abból, hogyha talán 3 darab olyan volt, ami azt mondtam, hogy talán megérte, a többi az hulladék. Stardropban meg legalább lesz sok coin, lesz Hypercharge, Star Power, Gadget, tehát én inkább ilyenekre mennék rá, mint hogy a megaboxokra. De mindenképp írjátok a kommentben, hogy ti mire szavaztok, kíváncsian várom. Na de amondó vagyok, hogyha már itt dupla Stardrop event van, akkor menjünk már egy Mortis-szal egy Brawl-bolt, nem? Most elkezdtem Mortis-hozni, mert őt is fel akarom vinni 500 kupára, és nagyon megtetszett. Nagyon megtetszett, pedig én szittam Mortis-t régen, ugyanis nem tudtam Mortis-hozni. Most se tudok Mortis-hozni, ne értsétek félre, de nagyon megtetszett. Itt a Lidike, hopp, 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 kapja. Kaptam. Kínos most, mennyi rúg be, egyedül vagy. Csak te vagy meg az álmaid, Draco. Nagyon szép. Tunár Stars. GG. Amúgy szerintem botok ellen vagyunk. Ú, azokat nagyon kapni fogják. Azt a mindenit. Na, rúgjuk be a labdát gyorsba. Tüp-tüp-tüp-tüp-tüp-tüp-óra. Köszönjük. Tehát dupla XP event is van. Szóval nagyon jó. Na, nézzük a Stardroppokat. Előbb megláttuk, hogy milyen egy megabox. Köbő, most annyi dolgot kaptunk két drop Stardropból, mint amennyi a megaboxba volt. Nem rosszból mondanám. Jó, ezt most nézzétek el. Megesik, hogy ilyenek a Stardroppok. De szerintem egy 60 darab Stardropból azért lesz egy legendary minimum, két mitik minimum. Szóval nyugi, trust the process, én azt mondom. I bring you the gift of darkness. Gyere csak, villó. Hopp, vagy a Hank is jó nekem. Köszi. Vigyétek a lasztit, én meghalok. Nem halok meg. Zseni vagyok. Hagyjatok békén. Ennyi. Á, meg fogsz halni. Azt elcsesztem. Az utcsó pillanatban akartam eldesselni, de nem sikerült. Viszont azt nem be tudnám azt rúgni. Á! Hamarabb kellett volna oda menni. Pedig jól csinálta a Cordeliusunk, csak lassú vagyok. A gyerünk azt, én most be is vezetem. Köszönöm szépen. Most mit tud el nem csinálni egy Hank meg egy villó István semmit? Legjobb Mortis player. Ez majdnem sikerült. Na, én ezt nem be is vezetem. Jaj, meg de jó lett volna. De most meghalt mindenki? De, gólt fognak rúgni. Nem halt meg. Öld meg. Szép. Majdnem, kicsike. Tehát, szia. Hopp, hopp, hopp. Köszi. Hol a laszti? Szép. Be kell rúgni. Well played. Hát jó, ez sem volt életem géme. Szóval hozzá tenném. Tehát 2-2-be végeztünk. Tök mindegy. A wint nem kell megmagyarázni. Mutatok egy nagy play, srácok. Eldövitek, utána mentek, még egyszer utána mentek. Ide jöttök, és belövi. Báááá! Majdnem. Na jó, elég volt ennyi gameplay szerintem. Srácok, kommentben mindenképp írjátok le, hogy ti mire fogtok szavazni. Egyébként ez szerintem rohadt jó, hogyha mindig van egy ilyen community szavazós cucc, vagy egy ilyen community elérős valami. Akkor mindig van dupla Stardrop, dupla XP event. Szóval én például ilyenkor sokkal lelkesebben játszok a játékkal, mint akkor, amikor épp nincsen semmi. Na, hogy állunk egyébként? Hát még sehogy. Még nyilván hát egy órája se jött még be ez a cucc. De szerintem simán el fogjuk érni a 16 billió takedown-t. De mondom, hogyha nem reworkolik ezeket a megaboxokat, nekem ezek nem fognak kelleni. Én inkább rá fogok menni a 60 darab Stardropra. Szerintem abban nagyobb a potenciál, mint a 10 darab meg a boxban. Ha engem kérdeztek, de kommentben légy szíves, mindenképp írjátok le, hogy ti melyiket fogjátok választani. Hogyha pedig tetszett a videó, akkor jelzétek egy like-ot és iratkozzatok fel a csatornára. A következő részben találkozunk. Addig is jók lehetek, szevasztok!